Szép napot kívánok! Hantosi Bálint vagyok, és Ambuszer Gézával tartunk ma egy rövid előadást, amelynek a címe egyébként adatvetítés vagy adatvezérlés. És tulajdonképpen ezt a témát szeretném picit körbejárni. Kutatásról mindig borzasztó nehéz beszélni. A kutatás az egész marketing szakmának egy szürke eminenciása. Tehát mindenki tudja, hogy van, ott van, kell nekünk. Anélkül gyakorlatilag nem tudunk eladni, nem tudunk működtetni, de igazából soha nincs előtérben, és borzasztó nehéz fölhájpolni, tehát nem egy jó kreatív versenynyertes történet, hanem egyszerűen ezek így vannak. De azért így megpróbálunk most egy picit az események elébe menni, és valamolyat megmutatni, ami egy hiány, és én nagyjából azzal tudom egy szintre emelni, amikor elkezdték az első médiákat mérni. És mindjárt a legelején egy bejelentés, mégpedig az, hogy a Gemius és a Scores Group Gemeter néven mobilpanel mérést vezet be Magyarországon, hivatalosan elérhető módon 2022. januártól, ami azt jelenti, hogy a Q3-as időszakban már teszteljük a panelt, Q4-ben már gyakorlatilag a piaccal együtt és az érdeklődőkkel együtt egy aktív tesztbe vesz részt, és a online mobilpanel bevezetésének másik nagy története az, hogy a cross-média mérést elérhetővé tesszük Magyarországon. Hú, ez nagyon jó. Tehát mi ennek nagyon örülünk, mint kutatók, ez tényleg egy mérföldkő, én úgy gondolom, a magyar médiakutatás időszakába, de hogy tulajdonképpen mi is ez, és mire mondjuk, hogy miért fölkő, erről tényleg nagyon röviden, hogy mindenki el tudja helyezni, hogy miért van erre szükség, és miért mondjuk azt, hogy ez egy borzasztó nagy előrelépés. A média fejlődését korszakokra lehet bontani. Nem indulok az őskortól, csak indulok a 15. századtól, amikor gyakorlatilag az első könyvek, az első plakátok, az első olyan írásos emlékek vagy nyomtatott média megjelent, és a tömeg számára elérhetővé vált, ahol a híreket kiszolgálva már médiával lehetett. Aztán eltelt sok év, és elérünk a 20. század legelejére, amikor az elektronikus média megjelent, és gyakorlatilag fölrobbant a világ. Itt jelentek a tévé, itt jelentek meg a rádiók, és itt vertek tömegmédiává gyakorlatilag, és tömeges fogyasztóvá az emberek. Na de itt már nagyon kevés idő telik el, 20. század vége, amikor gyakorlatilag a média olyan hatalomra tesz már szert a világba, hogy már negyedik hatalmi ágnak tudjuk nevezni, és gyakorlatilag a média a mindennapos életünk részévé vált. És eljövünk most a 21. század elejére, amikor pedig a digitalizáció gyakorlatilag mindent fölülír. Egy nagyon fontos van, és ezt így kiemelném, hogy mindig elmondtuk azt, hogy amikor egy-egy ilyen nagy váltás van, és ez most a digitalizációs váltásban ez abszolút időszerű, hogy majd az összes többi meghal. Tehát nincs jövője a nyomtatott sajtónak, nincs jövője a rádiónak, nincs jövője semminek. És érdekes módon egyébként senki nem halt ki. Tehát nézzük egy picit ezt az egészet tovább, hogy jönnek új médiumok, digitális médiumok, mobil médiumok, közösségi médiumok, digitalizál vagy online térbe költöznek az újságok, költöznek, nem is teljesen költöznek, megjelennek az online térbe is, hiszen adaptációk vannak, azonos szerkesztőségek, stb. Online videók, podcastok jelennek meg, a teljes mobilra költözünk gyakorlatilag geotargetinggel, és tényleg nem akarom felsorolni az összeset, és a közösségi média, ahol már nem a tartalmat, maga a közösség tagjai állítják elő, és mennek tovább. Szóval ez én új médiának tartom, és nem a régi médiák helyettesítőjének. Nézzük egy kicsit, tehát, hogy hol is tartunk most a világban. Tehát elmosódnak a határok teljes mértékben a különböző médiatípusok között. Tehát, hogy most a tévét én most otthon a szobába a készülék előtt ülve nézem, vagy valamilyen online térbe, vagy online eszközön, nagyjából a tartalomszolgáltatónak mindegy. Neki az a lényeg, hogy a tartalma eljusson. Azért ezt végig kell gondolni, tehát összemosódnak, hogy milyen platform. Mindenki mindegy, hogy az adott sporthírt a sportújságból olvasom el, vagy ennek az online kiadásába.
Egy biztos, hogy nagyon sok minden az online térbe költözött, és költözik még folyamatosan. És itt mondtam, hogy a hagyományos médiák átalakulnak. Zárójelben mondom meg, hogy egyes vélemények szerint visszaszorulnak. Az arányuk változik a teljes médiafogyasztásba, de ez egy nagyon fontos, hogy a médiafogyasztás idő borzasztóan megnőtt. És akkor ez eljutunk addig, hogy a jelen és a jövő igazából azok a hibrid platformokért, tehát a TV online, rádió online, stb. Visszautaltam, hogy egyes vélemények szerint szűnik meg a hagyományos média. Azért ez csak egy villanásig megmutatom ezt a szlájdot, meg két érdekes adatot mondok róla. Az, hogy még mindig a 15-75 éves felnőtt lakosság 30%-a olvas napi szinten sajtót. 68%-a hallgat napi szinten rádiót. És ezek egyébként a mostani válság időszakban, amiről nem nagyon akartam beszélni, nem is nagyon mozogtak. Tévénézés, gyakorlatilag 80% fölötti a napi tévézők aránya, tehát ezek nem szűntek meg. És akkor ott van egy nagyon érdekes adat, ez a 69%, ez nagyjából annyit jelent, ez tévére van, de bevetném az összes többit, hogy tévénézés közben az emberek 69%-a valami mást is csinál. Döntően máshogy is fogyaszt médiát. És ez egy nagyon fontos, hogy azt mondtuk, hogy nagyon megnőtt a médiafogyasztási idő, és ez a nagyon megnőtt médiafogyasztási idő, ez lehet egy időszakban akár 2-3-4 médiatípus is. Tudom vagy tudni vélem, itt ezt a címet adtam ennek a résznek, tehát miért jelentős a mostani mobilpanels bejelentésünk? Azért, mert a piac átalakulása, a teljes médiapiac átalakulása, egyszerűen nem hagyhatja érintetlenül ezt a szürke eminenciás, ezt a kutatási piacot is. Nagyon fontos, hogy egy csomó mindenünk hitalapú. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeket a Facebookon érem el, vagy a fiatalokat. Ja, hogy már ott nem érem el, most már a TikTokon érem el, de igazából most akkor hol is érem el, meg milyen tartalommal érem el? Tehát a hiten túl kell jutnunk ahhoz, hogy igazából föl tudjuk emelni az összes médiatípust, és igazából átlássuk, hogy akkor mit is tudnánk itt tenni. Nagyon fontos, hogy a hagyományos mérési módszertanokat le kell cserélnünk. Valami másra, valami hibridre, hiszen meg kell találnunk nekünk azokat a pontokat, ahol válaszokat és pontos adatokat kapunk. És nagyon fontos, hogy választ kell találnunk a különböző platformok átjárhatóságára. Itt beszéltünk, hogy TV online, online tévézés. Muszáj valahogy összekötnöm, mert bocsánat, a reklámomat a nap végén, meg a reklámozót az érdekli, és nem érdekli, hogy az online-ba érte el, vagy effektív a tévékészülék, az érdekli, hogy elérte, és kiket ért el, és hányat ért el. Tehát valahogy ezeket egységesen kezelni kell. Mik az elvárások a 21. század kutatásával kapcsolatban? A legnagyobb elvárás értelemszerűen az, hogy mindent, mindenhol, azonnal, minél gyorsabban mérjünk. Van egy apró gond, hogy a finanszírozás egyébként 10 éve változatlan. Tehát ma az ADEX mérések finanszírozása az hát nem elégséges. Viszont folyamatosan gyorsul a média átalakulása, és ebből a gyorsulásból minél pontosabb adatokat akarunk, tehát valamit át kell variálni. A hagyományos mérések, mivel azok pontmérések, azok már nem alkalmasak erre, tehát az új kihívásoknak meg kell felelnünk. És a multiplatformokat valahogy együtt kell kezelni. Mi a megoldás erre? És akkor itt jön a képbe az, hogy miért mondtuk azt, hogy korszakalkotó a cross-média mérés. Mégpedig nem az, hogy amit lehet, műszeresen kell mérni, panelesen kell mérni, a hibrid méréseknek van tulajdonképpen ma már relevanciája, hiszen valahogy össze kell kapcsolni a méréseket, és valahogy össze kell kapcsolni vagy a médiákat kell összekapcsolni a mérésekbe. És akkor pontosan a cross médiáról akkor a Géza, hogy mit is jelent majd ez az adatsor, amit kihozunk. Nézd, adok egy ilyet. Én is köszöntök mindenkit. Igen, akkor Bálint, amit felvezetett, szeretnék egy kicsit több szót szólni erről a bizonyos mobilpanelről, amit építünk itt közösen.
Ugye itt az idők során az okostelefonok már tényleg okosakká váltak, tényleg gyorsakká, nagy kapacitásúakká, az életünk szerves része lett, tehát gyakorlatilag reggeltől estig velünk vannak, minden hol ott vannak, ahol mi vagy médiát fogyasztunk, vagy éppen párhuzamos médiát fogyasztunk, vagy valamit csinálunk. Ezért ezek a telefonok nagyon alkalmasakká váltak egy ilyen cross-média mérés mérőeszközévé. Ugye időközben a nagy walled garden szolgáltatók, mint a Google, meg a Facebook és az ő járulékos termékeik, ugye kiszorítottak gyakorlatilag minden harmadik feles mérést, viszont a tartalmat azt ki kell szolgálniuk, tehát az embernél, aki nézi ezeket a tartalmakat, ugye muszáj, hogy lecsapódjon ez a dolog. Ezért egy olyan panel, ami a fogyasztókból áll, az nagyon alkalmas, így módon ezeknek a walled gardeneknek a mérésére. Ugye Henrik is említést tett arról, hogy hangzó médiumokról, akár rádióra, akár tévéről van szó, környezeti zajai mérhetővé váltak. Ugye a mobiltelefon applikációkból rengeteget használunk, és akkor egy olyan panel, ami fogyasztókból áll, és az ő mobiltelefonjaikra rá vagyunk települve, az egy nagyon alkalmas cross-média panellé változik jelenleg. Ugye ilyen panelünk a PC-n már volt, illetve van, az ő netezési szokásaikat mindenhol már tudjuk nézni, és nézzük is. Ez egészül neki egy ilyen mobil panellel, ráadásul pillanatnyilag úgy építjük, hogy minden PC szoftver paneltag az egyúttal úgynevezett mobil hardware paneltag is legyen, és ezért ugye nem csak az egyes médiumok külön-külön mérhetők, hanem azoknak a keresztfogyasztása is különösen alkalmas egy ilyen szerkezetű panellel. És akkor ugye a nagy bejelentés, hogy ez most már rasszan elérhető Magyarországon is, de még egyelőre nézzünk néhány lengyel adatot. A lengyel adatból ugye azt látjuk, hogy például a heti elérés TV, rádió, internet kapcsolatában, ugye a TV az 90 akárhány százalékos elérést, internet egy kicsit kisebb, így első ránézésre úgy néz ki, hogy minden maradt a régiben. Ha ezt napi elérésben nézzük, akkor egy kicsit ugye helyet cserél az internet a rádióval, de tulajdonképpen ugye még mindig a TV elérése vezet. Ezt megszoktuk, hogy a TV az gyorsan épít reach-et. Napi 5 óra tévézés, 3 óra internetezés, ha az egész piacot nézzük. Ez valami ugye hasonló adatokat mutatna nálunk is, de ha megnézzük a korcsoportos bontást, akkor a kis ágaskodó narancsárga oszlopok azt mutatják, hogy ezt a fiatalabb célcsoportot lehet, hogy egy kicsit érdemesebb jobban is megnézni. És hogyha azt nézzük napi elérésben, egy 18-49 általános kereskedelmi célcsoporton, akkor ugye a teljes 5,5 órás médiafogyasztás az úgy bomlik meg, hogy majdnem 3 óra tévézés és majdnem 3 óra netezés. Tehát itt már tulajdonképpen kiegyenlítődik a médiával töltött idő, nyilván a keresztfogyasztás miatt lesz ennek a 2x3 órának az eredménye egy 5,5 óra. De ha még szűkebbre vesszük ezt a célcsoportot, és nézzünk egy 15-24-es célcsoportot, akkor már azt látjuk, hogy az első napi elérés az internet produkálja egy elképesztő 90%-kal, és nyilván ezt hirdetőként ugye nehéz elérni, hiszen ez ugye mindenhol jelen kéne lennünk, de maga az, hogy egy 90%-os elérés produkál naponta ebben a célcsoportban az óriási, és ha már megnézzük ugye itt a netezéssel és a tévézéssel töltött időt, akkor a 2 óra versus 3 óra, itt már átbillen az internet javára ez a netezés. A mobil applikációk, ugye itt van egy ilyen óriási szürke folt, hiszen a mobiloknak a mérése az technikailag elég nehéz, hiszen azok jogilag elég műszakilag védett termékek. Egy általános applikációs elérésben tulajdonképpen nem találunk túl sok meglepetést. Egy tizedik helyen van a TikTok, ugye ma is többször előjött ez a TikTok, ugye most ez az új hype. Itt úgy néz ki, hogy egy ilyen általános célcsoportban a top 10-be azért belefér. Ha egy kicsit ugye megint nézzük a korcsoportos bontásokat, akkor 15-24
2004-ben már feljön, és ugye az affinitása is ugye jelentősen megnő a TikToknak. Ugye nyilván nagy eléréseknél az affinitás száma mindig óvatosan kell bánni, de azért mégis jól jelzi talán ez a 150-es, illetve ugye a Snapchat 190-es száma, hogy azért történik egy elmozdulás abba az irányba. És hogyha egészen lefelé megyünk ebben a célcsoportban, akkor 7-15-ben már azt látjuk, hogy a negyedik a TikTok, és egy elképesztő napi másfél órás, és ez egy átlag napi, tehát ez az előző adatok azok egy konkrét napnak az adatai voltak, ez egy átlag napi adat, tehát ebben a célcsoportban napi másfél órát töltenek TikTokon az emberek. Ugye nyilván az applikáció, a Facebook az annak is köszönhető, hogy elvileg van egy 13-os core limit, de gyakorlatilag a gyerekek ezt kijátsszák egyfelől, másfelől ugye annyira nem is kell azt szigorúan venni, illetve azt látjuk, hogy itt ebben a korcsoportban az első 10-be már bizony egy játék alkalmazás is belefért, illetve ha megnézzük a többi adatot, azt látjuk, hogy ugye itt ők még annyira nem megosztani szeretnének adatot magukról, hanem inkább csak a többieket nézik. Hát ilyesmi adatokat lehet majd megtudni, remélhetőleg a magyar piacról is Q3-ba, illetve jövő Q1-re. Köszönjük a figyelmet! Thank you.